van a nyitórendezvény, és aztán van a főszervezői fogadás, ha úgy tetszik, és ott összejött a V4. Tehát találkoztam szlovák fiatalokkal, találkoztam lengyelországi fiatalokkal, és a lengyelországi fiatalokat a helyi nemzeti emlékezet bizottságának az egyik fő munkatársa kísérte, és bemutatkozott, kezeltünk, és azt mondta, hogy Wroclawból van. És a következőt válaszoltam neki, hogy Wroclawból van az Erasmuson töltött fél évemnek a legjobb barátja. Elmondtam a nevét, és azt mondta, hogy a munkatársa. Én is jubilálok, akkor jöttem először. Hát itt találkozik minden, ami fontos. Nyugattól, keletig, déltől, északig. Barátok, régi emlékek. Egy hét fesztivál, egy hét megisítetetlen együttlét. Van-e valami kedvenc sztorit Tusványosról? Amit a kamera is elbír? Igen. Nincs. Ugye mindig, mikor jönnek ilyen különböző természeti sújtások, akkor ugye elképesztő módon alkalmazkodó képes fesztivál lévén, ugye általában bemenekültünk a sportcsarnokba, tehát már volt ott is koncertünk, ezt most idéztük föl, de a legjobb az volt talán, amikor az Intim Torna illegál, a Quimby, de lehet, hogy a kutyavacsorája, most éppen nem tudom, de Livius ott volt, ez egészen biztos. Szóval egy ilyen hatalmas alkalmi zenekar alakult, egy ilyen 30-40 emberből, és egy hatalmas ütős koncertet rendeztünk magunknak. Tehát nem nagyon, hát nyilván voltak még barátok, barátnők ott, de egy óriási jammelés volt, és ez több órán keresztül folyt, miközben itt kint verte az Ápor a fesztivált, mi ott bent vertük a tamtamokat. Ez egy mindenképpen egy ilyen emlékezetes pillanat, mert tényleg ilyen, arra emlékszem, hogy ez az, amikor az ember a testnevelés óra után elégedetten megy haza, én körülbelül úgy mentem haza, elégedetten elfáradva, hogy most aztán kidoboltam magam. Mi a legkedvesebb, a legjobb története Tusványosról? Megmondom őszintén, de hányszor volt itt, hányszor volt, ezek én mindig zavarba vagyok, mert úgy összefolynak az évek, meg már 59 éves vagyok, és ilyenkor már az embernek a memória ez, hogy akkor voltam? Nem, akkor itt voltam, amott voltam, úgyhogy nem tudom, ez igazság, hogy mi az, ami, hát persze változott a tábor, hát tökre más, meg nagyon-nagyon jó ez a fesztivál. Ami engem tulajdonképpen az utóbbi egy-két évben negatívan érintett, egyre kevesebbet tudok itt futni. Már nem a fizikumom miatt, hanem mert mindenhol a medveveszélytábla van kiírva. Mondjuk 6 évvel ezelőtt nem volt még medve, valószínűleg medve akkor is volt, csak akkor mondjuk nem lehetett róla tudni. És ma is ugye elindultam ott az Aporbástya felé, medveveszélytábla. Ahol mondom, elindultam itt ugye a másik ösvényt, a másik oldalon, ott is medveveszély. Hát csak felfutottam egy kilométert, mert azért mondom, szégyen szemre nem fogom már azért itt egy medvétől ugye itten megijedni, de ez az egyetlen negatív történet, a medve veszély. Tudja, mennyire jó mondjuk csillogó szemű 150-200 emberrel szembe ülni, akiknek az ember tud, mint hogy most is mondjuk egy olyan 100 percet beszélni, és 100 percig odafigyelnek. Nem, nagyon sok fiatal volt, és hát ugye övék a jövő, hát én már hova pattogjak? Én már vagyok úgy, hogy időnként az ember elmegy pisülni, hát majd holnap visszajövök című történet, de nem, ők a jövő, és nagyon-nagyon jó látni azt, hogy tényleg eljönnek és odafigyelnek, és nem csak azért, hogy este ugrabugráljanak itt a különböző koncerteken, hanem meghallgatják a politikusokat, a gazdasági szakembereket, esetleg olyan outsidereket, mint amilyen én is vagyok, és az jó, mert tudunk nekik adni valamit. És azt gondolom, nekünk már csak az a feladatunk, hogy részben a tapasztalatainkat, amik nem mindig jók természetesen, részben a tudásunkat, amely azért hát a kor miatt időnként azért jobb lehet, mint az övék, azokat merjük átadni, legyünk rájuk féltékenyek, övék a jövő. Igyanak sört, nyugodtan, kettőt, ne legyen harmadik, ezt szoktam mint mondani, mert a harmadik után ott már jön a leszarom érzés, jön a negyedik, az ötödik, meg a hatodik, és abból már esetleg baj lehet, úgyhogy szerintem, meg szépek a lányok.